Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeimet. Nem kellett sok nevet megtanulnom, hiszen Növényi Norbert mind a két úr, aki itt van. Azért te most már használod azt, hogy idősebb Növényi Norbert, vagy pedig a junior használja, a junior, hogy ifjabb. Akkor igen. Te használod, hogy idősebb? Hát akkor, hogyha együtt vagyunk. Nem, akkor én bemutatkozom, és akkor gondoljak, hogy ifjabb, ő mondja. Tehát te nem mondod, hogy idősebb. Nem, nem. Látszik, rajtam látni. Látszik. Szóval szeretettel üdvözöllek itt. Most már nagyon régóta készítjük elő atyáddal, ezt már legalább 2 éve, hogy te eljössz ide a műsoromba vele, és hát nagyon örülök, hogy itt vagy. Ugyanakkor meg egy csomót aggódtunk az utóbbi 2 évben, ugye, mert mentél feljebb ebben a borzasztó sportágban, idézőjelben, tehát ugye ez a nagyon veszélyes sportág. Nem pankrációnak, hanem ketrec harcnak hívják, aminek te az egyik nemzetközi csillaga lettél ott kint Angliában, Britániában. Légy szíves, ezt magyarázd el nekem a tudatlannak. Ugye nem az összerakja a birkózást, kickboxot, boxot, és brazil jiu-jitsut, és akkor ez így össze van keverve, és akkor ezt ketrecbe szoktunk kiskesztyűvel küzdeni. Uh-huh. Igazából a kesztyű csak arra van, hogy a kezem ne törjön el annyira könnyen, aha, meg a vágásokat megelőzze. MMA-ban ebben gyakorlatilag mindent lehet. Van ütés, rúgás, könyök, térd, levitelek, és ott lent feszítések, föld és ütés, de például vannak olyanok, hogy nem lehet térddel fejet rúgni a földön, nem lehet így könyökölni, szemet nem lehet támadni, tehát azért megvannak itt is a szabályok, de sok minden megengedhető. Feszítések, folytások, dobások. Fejelni nem lehet, ágyékot nem lehet támadni, földön fekvőnek felrúgni nem lehet, olyan, aki térdel. Az is sok szabály van. Atyád olimpiai bajnok birkózó, ezúton is a tiszteletemet fejezem ki emiatt. Hát azért a birkózás, annak ellenére, hogy egy kemény sport, annak ellenére nekem sokkal békésebb sportnak tűnik, mint ez a ketrec harc. Édesanyád kikerült Angliába, és te kimentél utána. Már itt kezdtem, ugye vele kezdtem eledzeni versenyszerűen. Aztán úgy voltam, hogy világbajnok akarok lenni, és igazából itt nem lesz meg az esély, hogy olyan nagy szervezetbe kerüljek, és ugye anyum kint volt, és akkor mondom, legalább legrosszabb esetben egy évre kiköltözök, megtanulom a nyelvet, aztán oda kerültem, és egy olyan csapatba kerültem, amit nagyon szeretek, tényleg most már ők, úgymond a családom, velük vagyok egész nap, minden nap, és nekik van nagyon sok ember nagy szervezetekben, szóval amikor oda kerültem, azt mondom, hogy itt szeretnék lenni. Mondjuk 1 év alatt, 2 év alatt hova fejlődtél, mert azt hallottam róla, hogy fantasztikus tehetség vagy, és fantasztikusan a csúcsra fejlődtél, tehát hogy te ilyen világbajnok esélyes emberré váltál. Hát nagyon sokat fejlődtem, több partner volt ott, és sokkal nagyobb a rutin mindenben, mint még itt. Itt még annyira most már kezd a sport úgy beindulni. Bocsánat, tehát úgy érted a rutint, hogy magában az edzésrendszerben? Igen, magában minden. Ebben a technológiában? Igen, maga a jiu-jitsu sokkal fejlettebb, az állóharc sokkal fejlettebb, mint itt a birkózás fejlettebb, és szerencsés vagyok, mert nekem az edzőm is olyan volt, aki kijutott egy olimpiáról birkózásból, és ő igazából Amerikában, meg Japánban edzett, meg Oroszországban. Birkózásból volt egy birkózóedzőm, aki szintén orosz junior világbajnok volt. Egyedül az edzőpartnerek nem voltak annyira jó birkózásban, mint például itt lennének, de az állóharc és a jiu-jitsu sokkal, meg maga az MMA sokkal fejlettebb volt, és az edzés sokkal máshogyan összerakva, rutinosabban. Amióta az eszedet tudod, azóta tudod azt, hogy az apukád olimpiai bajnok birkózó, tehát hogy a világ csúcsán a világ egyik legjobb birkózója, és hogy a maga súlycsoportjában mindenkit megvert. Ez neked akkor mit jelentett? Tehát egyrészt az atyádra való nézés szempontjából, meg úgy a birkózással kapcsolatban mit jelentett? Hát szerintem emiatt mindig is úgy volt, hogy muszáj birkóznom, meg persze, hát felnéz az ember, de én nekem mindig úgy, hogy a saját magam útját akarom járni, nekem nem az volt, hogy kövessem, hanem az is benne volt igazából nekem, az, hogy a világ legjobbja legyek. Valamiben. Nem, a világ legjobb küzdősportoló. Ja, értem. A világ te a saját legjobb. Magad által persze. Választott utat akartam. Én az összetettebb harc az egész világon, nekem egy célom van.
És te őt, mint apukát, hogy láttad? Mert ugye egy erősen, mert gondolkodtam ezen, hogy megmerjél meg kérdezni, hogy adott-e egy pofont neked, mert az elég életveszélyes az ő pofonja meg hasonló. Hát figyelj, szóval, én azért hogy... kezdtem el küzdősporton, engem végig vert egész gyerekkoromban. Egy kicsit nem mond igazat a gyerek. De hogy nem. Hazudós, hézagos a fogal érni. Hát, az is örököltem, de nem. Olyanok voltak, hogy ha például hangosan, hogyha volt olyan, hogy mondtam, most ne beszélj, és megszólaltam, akkor széttört. Ilyen kék volt a szemem. Ilyenek. Muszáj volt megvédni. Ezért. Szép darab széken itt a szemét. Most itt beadott szent szadista növény. Olimpiai bajnok, ugye hát amennyire egy gyerek ezt felfoghatja, ezt tudja, hogy valami fantasztikus dolog. Szóval ez egy mesébe illő történet, és gondolom, hogy a környezeted is azért, úgyhogy is mondjam, respektált téged, tisztelt téged ezért, mert hogy egy ilyen apukának vagy a fia. Ugye ezt tudtam, hogy faterom az... elért nagy dolgokat, szóval mindig ez nehéz erre a kérdésre válaszolni, hogy őszinte legyek, mert egy régen volt, kettő pedig érzi az ember, csak mindenkinek más, én nekem mindig úgy, hogy magam útját akarom járni, nekem az volt. Valójában ti nagyon szeretitek egymást, csak az, hogy két ilyen gladiátor elkezdene ömlengeni egymásról, hogy ilyen aranyos, meg így imádom apánat, meg ő meg, hogy a fiát, tehát ő olyanokat mond, hogy én elsírom magam, amikor emleget téged, hogy mi van, meg aggódik érted. Hát most volt egy sérülésed, ugye? Igen. Hát szétaggódta magát, iszonyatos aggodalommal volt. Mi volt ez a sérülésed? Ugye nekem elszakítottam a keresztszalagom, azt olvastam, hogy 75% aki... Abba hagyja utána a sportot. De figyelj, ezek minden eltörte a nyakadat, ha nagyon akarod, akkor megcsinálod, akkor ott maradt. Én meg Vinny Pezianza eltörte a nyakát, ott maradt. Szóval, és utána a világban a követ nyert. Szóval igazából ezek a sérülések is amennyire kemény, ha akarod, szerintem most a 99,9%-ban csak fejbe dőlik el. Szóval ugyanígy ez a sérülés, hogy napi kettőket edzettem, olyan egy órát ültem egy széken a tükör előtt és árnyékoltam. Aha. Ez tényleg csak arra, mennyire kemény, és mennyire akarod. És ő máson nem függ, szerintem. Igen, ez tényleg egy fantasztikus sportág, annak ellenére, hogy hát nem egy finom sport ez az MMA, mert ugye hát a birkózás alapban, a box alapban, és akkor a különböző ilyen japán küzdő. Ez a sport, egy szabály között kell egyezni, itt azért hívják mixed martial artsnak, mert kevert harcművészet. Tehát a harcművészeti, meg a küzdő sportokból összetett elemek vált, tehát sokrétűnek kell lenni. Ez egyértelmű. De ez ugyanolyan, mint bármelyik küzdősport egyébként. Tehát itt föl kell készülni, alázattal kell lenni a sportág iránt, szeretni kell azt, amit csinálod, és akkor tudsz belőle profitálni, úgyhogy eredményt tudsz elérni. Hát ennyi. A munka nem vészel átra a eredményén. Ez mindenhol így van. Na most az ilyen kevésbé tájékozott emberek, mint én, ugye látunk ilyen filmeket, és most nem tudom azt mondom, hogy Chuck Norris, akkor az már régi, tudom, de csomó olyan film van, és hát már az újabb kiadásokban is, hogy ebben azért nagyon veszélyes dolgokat meg lehet csinálni, tehát hogyha úgy tetszik, akkor nagyon súlyos sérüléseket lehet okozni szándékosan. Persze. Na most ez a dolog, ez hogy működik nálatok? Tehát, hogy létezik-e ilyen, hogy valóban valaki, hát hogy is mondjam, szándékosan valamilyen nagy sérülést akar okozni a másiknak, meg hogy egyáltalán ugye véletlenül is előfordulhat, hogy kell nektek arra folyamatosan figyelni, hogy nehogy valami rossz mozdulat, vagy valami, hát ez tényleg olyan, hogyha belefut egy ütésbe vagy rúgásba, akkor azért annak komoly következményei lehetnek. Persze, nekem volt az egyik csapattársam, ő fejbe térdelt valakit, srácnak behorpadt az egész koponyája, nekem a írországi meccsen elszakítottam az először a srácnak a bicepszét mellizmát és egy hátizmot, utána meg eltörtem ezt a csont, nem tudom, hogy magyarul ezt a csort, az orbital bone. Kicsit másképp fogalmaz már, mert ő már hozzászokott 10 év alatt az angol nyelvhez. Kemény az, igen. Igen, hogy itt szabályok vannak. Tehát az előfordulhat, de hogyha ilyet csinál, élete eltiltják. Általában úgy működik, ha szabálytalan csinál, és ott maradt lenne a földön, akkor megszüntetik a meccset. Igen. És kihirdetik az egyiket győztesnek. Attól függ. Vagy újra kezdik majd, vagy a következő, hogy nem kap senki övet, és akkor újra kezdik majd. Ez a kettő, aha. Na, de nem tiltanak el senkit. Ja. Egyébként akkor tiltanak el embereket, hogyha megbukik a doping tesztet. Te egy professzionális versenyző vagy. Azt javasolta apukát, hogy ne nagyon firtassam az anyagiakat, de én nem tudom megállni ezt, hogy megkérdezem, hogy jól lehet ezzel egyébként keresni. Tehát te most, ha a szintet nézzük, hogy hol vagy,
akkor te tulajdonképpen a végül is a világ legjobbjai között, tehát ebben a nagy élbolyban vagy benne. Tehát ez már egy olyan, hogy ti gondtalanul élhettek, tehát hogy semmi más nem kell, vagy pedig még azért vannak kihívások az élettel kapcsolatban is. Hát kihívások életen mindig vannak. Ugye nekem most volt sérülésem, azért meg egy évig nem meccseltem, ugye itt meccsekért kapsz pénzt. Amúgy, ha rendszeresen meccselsz, akkor megélhetsz belőle, plusz jól is élhetsz belőle. Ha meg egy nagyon nagy top név vagy világbajnak, akkor meg már semmi baj nincsen, úgymond. De igazából ez benne a baj, ha nem meccsez, akkor meg nem fizetnek. Szóval én szerencsés vagyok, mert nem az első pár nagyobb pénzemet elköltöttem kocsikra, amiket szét is törtem, de szerencsére az utolsó meccsemnél ott okosabb voltam, beraktam dolgok, helyekre a pénzem, meg ilyeneket. Azt elmondhatjátok, hogy elárultad már valamelyik újságnak, vagy tévének, vagy rádiónak, hogy mennyit kaptál ezért az utolsó meccsét? Ez egy személyes kérdés, szóval. Tehát ezt nem mondjátok el. Sehova. Amikor nincsenek a nagy szervezetben az emberek, akkor attól még lehetsz profi kis szervezetekben, ilyen helyi szervezetekben, akkor kb. Annyit kapsz. Nekem az első profi meccsem, én nem is kaptam semmit. Aztán szerencsés voltam, mert a másodiknál már a Bellatorra voltam, és akkor onnan már elkezdődött nekem a rendes, úgymond nagyobb pénz. Tehát itt tulajdonképpen van egy hosszú előszoba, ugye? Küzdened magad, nagyon és hosszú. Akkor úgy. Én szerencsés voltam, én hamar belecsöppentem abba a világba, legtöbb embernek az sok idő. Te Norbi, azt mondd meg nekem, hogy ez a sérülésed, ez ugye azért ez egy veszélyes dolog volt, és mi azt mondjuk, hogy ez egy profi, meg azt mondjuk, hogy egy iszonyúan kemény küzdelem van, tehát egy kíméletlen küzdelem folyik itt egymás közt, hogy ki legyen a győztes. Tehát amikor ez a sérülésed volt, akkor a csapattagok, mint barátok, mennyire álltak mellé? Tehát melletted voltak? Persze, mindenki ott volt rögtön, szóval ez edzők, a csapattársaim, barátaim, szóval nekem egyik barátom rögtön hívott, hogy mert az ő édesapja csinálta meg a térdem, az ő édesapja az egyik legjobb térsebész Angliába. Aha. Szóval rögtön, szóval igazából ő csinálta meg a térdem szerencsére. Szóval ez tényleg olyan volt, hogy feljöttem a barátomat, hogy hagyjuk már át, nézzem a pudrá. Aztán telegram mindenki odafigyelt, viszont a végén most már, ahol most vagyok igazából, meg ez is kell, mert mindenki úgy van, hogy nem érdekel a lábad. Mert edző mondta nekem, volt egyszer, hogy fájt lábam, mondja, utoljára mondom, mert neked senkit nem érdekel a lábad, most már tudsz edzeni, elkezdhetsz edzeni. És ugye az is kell, mert nem lehet minden, hogy mindenki ápolgasson, mert akkor soha nem érsz oda. Na most itt mi nem tudjuk Magyarországon, hogy ott mondjuk Britanniában, Angliában ott mennyire népszerű ez a sportág. Tehát én amennyire tudom, százszor népszerűbb ott kint ez a sportág, tehát százszor jobban ismerik a versenyzőket, mint itt Magyarországon az itteni MMA-sokat. Te hogy tapasztaltad? Kicsit másmilyen, mert nem azért nem ismerik az itteni MMA-sokat, mert nem a nagy a sport, hanem igazából azért, mert nincs olyan sok. De szerintem maga a sport úgy százalékosan hasonló. Szóval itt is mentem utcán, és akkor emberek olyan ruhákat hordanak, ami küzdősporttal kapcsolatos. Igazából Angliában is ugye úgy nagyon nagy. Annyi a különbség, hogy ott igazából a box még nagyobb. Az Anglia nagyon box-orientált ország, és ott minden gyerek, mindenki boxol, meg ilyenek. Szóval a box meccsek nagyok, de ott is már kezd feljönni az MMA. Nem ugyanaz, mint Amerikában vagy Ázsiában. Ázsiában meg Amerikában az MMA az még nagyobb. Ilyen névvel nem mondták, hogy valamit változtass? A Norbert, az első név, az elég egyszerű kiejteni, meg sőt, hát a Jamaikában az egy elég elterjedt név. Szóval pár felé is rájöttem, hogy Jamaik, vagy hogy van neked, Norbert, hogy a neved, de ugye a második nem, a növény az nem egyszerű kiejteni. De igazából ahogy ismernek emberek, itt ott pár helyen megismernek, így nagyjából, igazából a környéken van, ahol elmegyek valahova, és ott sokan ismernek. Ez is az utóbbi időben vettem észre, mert a sérülés alatt elkezdtem járni több helyre a környékemen, azért mindig csak a Londonban az edzőteremben voltam, és akkor emberek jönnek oda, hogy jaj, néztem a meccset, hogy jön a térd, és így meg voltam lepődve, hogy ennyien a környékemen ismernek, de nekem még nem akkor a követői stábom, meg
a száma, hogy bárhol megyek Angliába, megismernek. Aki nézi a sportot, főleg Angliában követi az angol MMA-sokat, azok általában is ismernek, akik tényleg rajongói a sportnak, azok általában ismernek, plusz a környéken van ott olyanok is, akik nem annyira nézik a sportot. Na most atyádra vagyok kíváncsi, bár itt most félbehagytuk ezt a történetet, hogy amikor megsérült a Norvi, azért ez egy nagyon komoly sérülés volt, tehát 10-ből mondjuk 8-an minimum abba hagyják ilyenkor. Te mit tanácsoltál neki? Én nem tudtam, mert most már sok okosabb minden, tehát ő jobban tudja, meg ott helyben van, tehát én távolról, nem gyúcsok vagyok, hogy becsukom a szemem, és akkor távolról gyógyítok. Én tudtam, hogy ez nem egy egyszerű történet, de jó kezekbe került, elmondtam mindig, hogy nagyon jó orvos fogja csinálni, műteni a lábát. Ami igazából fáj volt az, hogy nagyon készült, és nagyon jó formában volt a meccs előtt, és akkor sérült le, ami miatt most már meg két, előtte volt a pandémia, miatt nem tudott meccselni, és most emiatt megint egy évet ki kell hagynia. Úgyhogy ez, ami engem bántott, mert tudom, hogy mennyit dolgozott. Na, hányszor beszéltünk, mindig edzésen volt, napi hármakat edzett minimum. És hát én tudom, hogy milyen dolog az, amikor az ember dolgozik, mindent rátesz arra, hogy eredmény legyen, és akkor bejön egy ilyen viszonyúra, egy sérülés. Még mindig ezzel a gumi szorítóval edzel, tehát most ugye nincs rajtad, de hogyha edzel, akkor még mindig kell ez a szorító? Igazából azért hordom magamnak, hogy nekem a agyamnak jobbat tesz, úgy érem, hogy jobban fogja. Azt hiszem, még egy évig lehet, hogy már egész életemben csak a edzésnél fogom hordani. Már egyre jobban úgy, már egyre többet szok csinálni, de ugye még mindig nem. Még magamnak vagyok kb. 50-60%-a, de már jobban tudok mozogni. Edzés már 80-90%-osan csinálom, szóval már nagy részét csinálom, elég hamar szerencsére, pedig elég hátra voltam, azért össze kellett szednem magam egy kicsit, hogy elég volt, hogy nyávogok a térdem miatt, elkezdett egy kemény edzeni, és már hozzá vagyok szokva, mindig fáj, de hát most az fájlom. Az. Tehát a célod az megmaradt, tehát a lelkedet azt megtartottad abban a harcos állapotban. Most már elkezdett spáringolni, már tud oldalra lépegetni, már megy, az már elég jó, még a lábra menéseket. Azért a spáringolást, azt mondd el, légy szíves. Hát amikor partnerral küzd edzésen, tehát küzdőedzésen, amikor küzd, csak még a láb, a feszítések, még a lábra támadások, még azok még ilyen, tehát még el kell tenni egy legalább másik két hónapnak, hogy regenerálódjon. Azért nem kis műtét volt. Mondtad, hogy most, hogy volt ez a sérülés, most mozdultál ki. Ez mit jelentett? Tehát amikor te teljesen jó állapotban vagy, és teljes az üzem, akkor az napi hány órát jelent neked? Én így is sérülés, hogy napi 10 órát az edzőteremben vagyok. Csak az edzés másmilyen. Itt olyan volt, hogy... És valami pihenés van? Tehát úgy, hogy kétszer 5 órát? Vagy hogy vagy? Nem, vagy van, hogy... van például, bemegyek, csinálok egy súlyzózós edzés, egy rövidebbet, vagy ha például csak kettő edzésem van, akkor leedzek egy 11-30-kor, az egy két órás edzés, kicsit hosszabb, van egy kis pihenőm, közben megcsinálok, elmegyek ilyen cryo, amikor ilyen hidegben benne vagyok, akkor masszázs kapok, meg ilyenek, és akkor utána este meg még egy edzés. Szóval általában ez így szokott lenni. Én láttam egy pár meccsedet, és megmondom őszintén, hogy úgy eszembe jutott, hogy ugye így, ahogy mész az utcán, egy kabátban, vagy valahogy az ember nem feltétlenül gondolja azt, hogy te egy, hát egyrészt, hogy mennyire izmos vagy, másrészt, hogy mennyire zseniális küzdőharcos vagy. Szóval, hogy ez valami egészen elképesztő, amit ti műveltek, tehát ezt harcművészetnek hívják, és tényleg ez már művészet. Ha így van valamilyen utcai kötözködés, akkor egy ilyen átlagos erős embernek, aki esetleg úgy olykor már ilyen verekedésekben is részt vett, semmi esélye nincsen. Semmi. Tehát két ugyanolyan, mit tudom én, 85 kilós ember ül veled szemben, és az egyik az egy ilyen MMA harcos küzdőzseni, a másik pedig hát ugye csak egy simán, mit tudom én, úgy edzett, és akkor ilyen tornaterembe járt meg, mit tudom én, és akkor edzőtermezett, és akkor a kettőről nem tudod megállapítani így, hogy ülnek egymás mellett, hogy melyik, és közben az egyik az ilyen, ez valami fantasztikus tudást jelent. Nem vetne a büntetővel törvénykövés, és jobban büntetik azt, aki ilyen sportot csinál, és úgy verekszik, persze. Hát de tudja, hogy hova is jön, mit
szorítson, hova nyúljon, tehát általában az ilyen emberek félre is mennek, tehát nem verekszenek, inkább arrébb nem, nincs értelme, tehát semmi értelme, küzdeleget benne az edzőteremben, a ringben, a szőnyegen, a kettezben, tehát semmi értelme valami hangoskodó, vagy azért, mert megívott két itat, és már azt hiszem, hogy már külön helye van az univerzumban, tehát nincs értelme. Az ilyen emberek, hát én tudom, mert sanszom nem lenne, mert edzek vele, és brutális az állapot, amiben már van. Ugye jó, én a korom miatt is már sokkal, én már 40%-ig annak, amíg voltam fiatalon, tehát én már de még így is az elég meleg tudnék lenni, hogyha olyan helyzet kerülni. Hát akkor ilyen fiatalok, akik ilyen nappal azt csinálják, minden nap azt, hogy minden nap átkeverni olyanokat edzésen, mert itt nem csak fizikailag be kell csapni másikat is, hogy le tudjam győzni. Tehát akkor minden nap ezt csinálja, gondolj bele, hogy mennyi sansza lenne egy civil embernek, hát annyit a trójai falunak az epsoni derbin körülbelül, semmi. Hát lehet, hogy nem túl jó ez a hasonlat, hogy ez olyan, mint a kung fu, tehát tudod, voltak ezek a szerzetesek, és hogy ők apró gyerekkoruktól gyakorlatilag ezt csinálták és fejlesztették. Hát, nem kell menni, aki te például, mondjuk csak mondom, tévés vagy, jövök ide, a töredéket nem tudom, csak ezt csinálna 20 év, hát akkor én nem, tehát a civil életet is nézed, vagy egy autóversenyző, beülök mellé, hogy verjen meg, amikor minden a paszt csinálj, érted? És ráadásul az eredménye azt mutatják, hogy abban még jó is, tehát a legjobb a között is legjobb között van, akkor egy civil átlag ember, aki nem ezt csinálja, annak milyen sansza lenne? Harcművészetnek hívják, hogy ennek tényleg van egy olyan szintje, ami sanszot nem ad, esélyt nem ad arra, hogyha valaki ezt nem csinálja megközelítőleg, úgyhogy nem fogalmat sincs egyszerűen. Hát figyelj, olyan technikákat tudnak, olyan mozgás, hogy egy nyúlsz valahogy, és utána már van törve a kezed, észre se veszed. Vagy ott vagy mögött, és lefújt. De tétszer, ez nem játék, tehát ez tényleg veszélyes. Hát az nem véletlenül mondják, hogy ez megy, ha gépe harc. Benne van a nevébe. Tehát akár egy birkózó fogja, összekap és eldob. Vagy egy ökölvő, aki tudja, hogy is nem úgy csapkod, hogy szabadon hagyod az egész testet és megüt. Tehát ez egy gyakorlás kérdése. De föl sem erő, hogy az ember azért csinálja, hogy az utcán ezt kihasználja. Az nem normális. Abból nem is lesz soha semmi. Abból nem fog vagy versenyen, az nem indul versenyen, az nem fog elmenni világbajnokságot, Európa-bajnokságot nyerni, vagy akár olimpiát, vagy éppen egy ebben már nagy szervezetnél világbajnoki címet, vagy egyáltalán egy meccsre. Érted? Mert ehhez teljesen más hozzáállás kell, alázat kell, szeretet kell sporttel, és nem azért csinálom, hogy ki meg az utca, és megmutasson, hogy milyen menő vagyok. Ez egy beteg dolog. Tudom, hogy apukád az nagyon félt a nőktől, és hogy ilyen szorongásos volt, szóval nem nehezen kezdeni. Igen, ezért nem is barátkoztam Jenővel, Ernővel, Bennővel, persze. Csináltam egy ilyen kis közvéleménykutatást, hogy újságíró, festőművész, nem tudom, szóval ilyen hölgyekkel is beszéltem erről, hogy azt mondják, hogy fantasztikus a... Tehát nem azt mondták, hogy... Mert kérdeztem, hogy az MMA-sokról mi a véleményük, azt mondták, tehát nem azt mondták, hogy okosak, meg hogy milyen, mármint, hogy a harcban milyen okosak, hogy zseniálisak, mert ugye mi azt mondjuk először, hogy ez fantasztikus. Nagyon jól harcolnak, nagyon okosak, nagyon képzettek, de fantasztikus testük van, és fantasztikus pasik. Na most ezt te így a... Ne érts félre, szóval a... Ezt nem lehet félreérteni, ugye. Szóval ezt nem lehet félreérteni. Annyira jól nézel ki, figyelj. Annyira jól nézel, annyira teste van, annyira jól. Én csak kérdezem, nem én, nekem mások mondták. Én már megvan a mozi. Na, szóval, hogy... Ezt... Ne legyél már ilyen. Azt szeretem, oda vagy, és haladsz a korral. Jó? Van ilyet. De most ilyen... hova hozol van ezt ugye? Azt sem tudom. Hát ez kemény, ilyen emülök már. Ez is nem vetted észre, és az edzésnek egy része. Azt sem tudom, szóval nem az, hogy mit csinálok, hanem hogy hol vagyok, mert azt sem tudom, atyád olyan helyzetekbe hoz engem. Szóval... Én? Igen. Na, csajok mennyire ajnároznak téged, ez a lényege a kérdés. A sportnak semmi köze hozzá szerintem. Aha. Értem. Szerintem ez egy... Tehát ez egy személyes... Szerintem a... Személyiség kérdése. Igen. Aha. Igen. Ismerek olyan sportolókat, akik minden hétvégén mással vannak, meg ismerek olyanokat, akik egyáltalán senkivel, szóval. Aha. De ez a személyiség kérdése. De azért te tudsz kommunikálni a nőkkel rendesen, ahogy hallottam. Kitől hallottam? Kitől hallja? Ja. Nem tőlem. Szóval... Nem tudom, hát most ez... Szerénykedjünk, jó. Hát figyelj, szerénységünk már csak a szépségünk nagyobb, érted? Egy az egész.
Most túl vagy ezen a sérülésen, akkor igen, átmegyek más utcába, jó? Túl vagy ezen a sérülésen, elkezdtél, és mondtad, hogy most már 80%-os az edzés, igen, szinted, hogy eljutsz a 100%-ig, Isten segít, és most már teljesen harcképes leszel, akkor a következő 1-2 évre mit tervezel? Vannak olyanok, amiket még nem mondhatok, főleg itt tévén, mert nagyon nagy változások lesznek így a karrierem során. Tehát nem mondtak le rólad a menedzserek? Tehát nem, senki nem mondott le róla, sőt, igen, sőt, 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 egy-két dolog történt, és igazából minden, több lehetőségem is akadt az utóbbi pár pont. Pont ez lett volna jó, hogy lett volna egy nagy meccse meg a Bellatorral, és vagy a legutóbbi meccsem lett volna egy nagy meccs, és akkor utána olyan különböző utak lettek volna előttem, ami életet változhat, vagy, vagy sokkal keményebb, szóval sok dolgot kellett döntenem. De azt te döntöd el egyébként, mert ez fontos, hogy te egy olyan helyzetben vagy, hogy megmondják most évekre, hogy mit csinálj, vagy pedig te is beleszólhatsz abba, hogy a három út közül melyiket válasszuk. Is. Szóval nem rajtam, vagy úgymond, oké, szóval nekem dolgoznom kell, hogy megkapjam azt a három utat. Igen. Szóval úgymond rajtam múlik, hogy mennyi dolgozok és mennyire jó vagyok. Viszont meg kell kapnom azt a három utat, az meg nem rajtam múlik, az három különböző emberem, meg ilyenek. És akkor utána meg nekem kell a három útból választani. Szóval is, mind a kettőből. Tehát oda el kell érni. Igen. Egyébként te hogy látod ezt, Norbi, hogy ugye amikor te birkóztál, akkor voltak éppen elértél egy bizonyos szintet, és utána egy csapat, mármint olyan értelemben, hogy egy edzői, orvosi, stb. Csapat próbált gondoskodni arról, hogy te rendben legyél, hogy harmonikus legyen a felkészülésed, stb. Jó esetben. Az más volt, én amatőr voltam. Tehát én már profik, teljesen más a szerkezete, a felépítése. Nálam nem hoztam eredményt, akkor félredobtak mindegy rongyot, ennyi az egész. Itt nem így működik, mert itt a potenciája van, ott van körülötte, több ember is meg tud élni belőle, tehát és hogyha van olyan lehetőség, mint benne a potenciál, hogy nagy eredményt érjen, akkor természetesen, hogy ott állnak mellette, mert mindenféleképpen megéri, emberileg is megéri, mert segítenek neki, másodszor meg ha beindul, akkor mások is jól járnak mellette. Hát ez egy természetes dolog, mindenki. Maga a szervezet, aki oda vesz, is jól jár vele, mert népszerűséget hozza, ő is jól jár vele, mert olyan lehetőségek nyílnak meg előtte, erkölcsi, anyagilag, ami, és akik körülötte vannak, a menedzserek, az edzők, és stb. Mindegy lehetőség. Te mint figura, mint ember, mint személyiség is egy ilyen nagyon jól promotálható. Hát igen, saját magamat nagyon jól. Tehát nekem nem volt olyan, sőt, inkább próbáltak engem félretenni, pont emiatt a féltékenységek miatt. Tehát ez más világ ez volt. Ez nem sikerült, hál' Istennek. Hát igen, hát azért sok mindenben sikerült, mert sokkal előrebb állhattam volna minden területen, akár az iskolai végzettségem is más lehetett volna, mert én általános akartam lenni, de beleszóltak, nem lehettek, nem engedték. Anyagilag is sokkal előrebb állhattam volna, minden más területen is, de hát ez ilyen. Ebben a világban, ő már teljesen más világban nőve egyébként. Amúgy is a nyugati világban teljesen más szemlélet van egyébként, és a profi világban meg teljesen más világ. Egy érdekes dolog, hogy te vagy az ország kedven szeretett olimpiai bajnoka, a Növényi Norbia. Engem is elfelejtettek volna már, ez már korom miatt is, de ha én nem tudom, színészkedtem, meg több sportágban is részt vettem, szerepelek tévékben, filmekben, színházban, tehát ezért is tud az én nevem forogni. Igen. Meg talán az én személyiségem, egyénységem is olyan, hogy lehet szeretni, nem szeretni, de nem lehet úgy, hogy ne nézzenek rám, érted? Szóval valahogy, nem tudom, magamból jön ez. Extravertáltabb vagyok az átlagnál, lehet, hogy ezért. Te mondtad, hogy, és ez tényleg így volt, hogy a kommunikációs készséged az egyáltalán nem volt fontos abból a szempontból, hogy beválogatnak vagy nem. Nálatok meg úgy látom, Norbi, hogy azért az egy kicsit előbbre teszi azt az embert, aki jobban kommunikál. Tehát, hogy azt jobban számon tartják, jobban megjegyzik a nézők. Igen, igazából a személyiség lehetsz a legcsöndesebb. Személyiség, igen. Igen, de olyan is, hogy nagyon csöndes, és csak azt látja mindenki, hogy gyilkos vagy, hogy csak egy dolog jár az olyan, hogy megver mindenkit, azt is szeretik. Ha azt, hogyha csak megállás nélkül jár szád, és jó vagy benne, aha, nem ilyen erő, most már mindenki erőltet, és nem magát adja, aha, de ha magadat adod, és úgy csinálod, akkor azt is szeretik. Igazából megint mennyire tudod eladni magad, milyen a személyiséged, mit építesz magad körül.
Uh-huh. Igazából ez szerintem ez is arról szól, ha te azt építed magad körül, hogy te vagy ilyen csendes, aki uh-huh. bemegy a ketrecbe és szétkap mindenkit, és ömlik róla a vér és imádja, akkor azt azért szeretik az emberek. Ha meg egy olyan vagy, mint például McGregor, hogy mindenkinek dumálsz, akkor meg azért szeretik. Igazából ez szerintem ki hogy tud hozzád viszonyulni, meg ilyenekről szól. De te nem kerestél magadnak személyiséget, hanem meghagytad igen. magad olyannak, amilyen vagy, ugye? Én magam, én mindig is magamat adtam. Ez olyan, milyen elő az emberben, amikor én kettőt vagyok még, akkor inkább extrovertál, mert én imádok előadni, akkor olyan extrovertál vagyok. De maga az életben én inkább vagyok introvertál, szeretek csöndbe, szeretek olvasgatni, szeretem az ilyen dolgokat csinálni. Mondom megint, hogyha ketrecben vagyok és előadok, meg meccsek, akkor megint másikor egy úgymond más kénem jön ki. És ne is csomó ilyen, szóval nekem az egyik csapattársam, Marco Page, egy nagyon nagy név, és amikor ő bent van a ketrecben, akkor mindenkiből viccet csinál, és sokan ezért azt hiszik, hogy mennyire nagyképű, és közben egyik legnormálisabb ember a világ, szóval volt egy étterm ott, minden vasárnap kinyitotta az éttermét, csak hogy hajléktalanok tudjanak ott tenni, akkor mindenki annyira tisztelettudó, normális, és valami, hogyha van 10-20 ezer ember, tehát plusz milliók tévén, akkor lehet az, és te az vagy a személyiség, aki szeret előadni, akkor az is megváltozik, szóval... Igen, ez egy szerep is lehet. Igen. Tehát tulajdonképpen igen. egy szerep. Meg van is egy ilyen, már elnézést, de a gladiátoroknál is, hát hogyha nézzük ezeket a régi rajzokat, amik megmaradtak, vagy a filmeket, meg pláne ugye, hogy különböző fazonokat csináltak már a gladiátoroknál igen, is. Igen, bocsánat, de már a rómaiak megmondták, hogy kenyeret és cirkusztán épnek. Tehát igen, ennyi. Tehát a tévé és ez a nagy... Ugye igen. ott tudják a pénzt csinálni, sót kell csinálni, ennyi. Igen, ez ugyanaz. A kettes is az élet a kettes, mert ez egy látványos dolog. Igen, is. Igen és ez annyira fontos volt, hogy tulajdonképpen a maga nemében, a Rómában a legfejlettebb, most bocsánat, hogy ilyen szempontokat mondok, tehát szórakoztatás technika, meg rendezés technikailag, a legfejlettebb műfaj volt a gladiátori műfaj. Ezért ment ilyen nagyszerűen a Pankrációnak idején a sketch. Meg ez annyira benne van, annyira egy ősi dolog, és emberek szeretik a agressziót. Mm. És most akármennyi nem agressziós sport, azért látsz vért, azért látsz emberek aludnak, eltörik ez az, és benne van, és akkor azt mondja, hogy jaj, nem, ez így, nem, legtöbb, az emberek 99%-ában benne van ez, ezért szeretjük a akciófilmeket. Hát igen, a harcot, igen, a harcot, ez magát kíváncsiak a harca, igen. mert beleéli magát. Tehát az szerintem az körülbelül egy perc kérdése. Én is az, hogy én hazamegyek, és akkor Pankráciát nézek, hát ez biztos, hogy nem x-elem be, de hogyha kapcsolgatom a tévét, és ott van egy ilyen meccs, aminek éppen a közepén vagyunk, és csak egy ütést látok, na mondom, akkor mi lesz? Igen, és valakinek elkezdek drukkolni, vagy azért, mert gyenge, vagy azért, mert erős, szóval ez egy fantasztikusan érdekes dolog, hogy végül is, tehát azt mondjuk, hogy ez nem egy ilyen finom sportág, és a többi, és a többi, de hát ez az én szempontomból nem annyira érdekes, mint a néző szempontjából, mint a te na, szempontodból. Figyelj, de most, ha belemegyünk abba, hogyha láttam meg vízipoló meccset, hogy mi megy a víz alatt, hát hogy rúdosnak fel, hát akkor még nem kell mondanom. Akkor nézed a focit, amikor rohansz, és hátulról meg odarúgnak meg mi, hát most akkor az, itt meg fél vagy készülve, tehát itt tudod, hogy mire számítasz, de amikor futsz a labdába, hátulról pács, arra meg nem. De hátulról, mert az szabálytalan. Hát, de itt, ami szabályos, amikor egy becsúszásnál. De figyelj, itt, ami szabályos, az is már bocsánat szól, akkor ezt tisztázzuk, jó? Két ilyen szakértő van itt. Nem én, hanem ti ketten. Tehát, hogy hát azért vannak itt olyan effektív életveszélyes ütések, meg mozdulatok, technikák, nem? Hát dehogy nem, nekem a legutóbbi, akivel meccseltem volna, neki az egész bal karja be van tetoválva, megütött valakit a meccsen, a srác bele is halt. Uh-huh. Most volt a menedzsmentemnél egy ausztrál srác, ketté tört a térdem. Mondjuk ez is nekem az, ha ketté törük az egész lábad, az gyorsabban gyógyul, mint az én térdem. Szóval ebben csak ez volt a rossz, de figyelj, benne vannak. Uh-huh. Benne vannak, nem annyira nagy százalékos, nem olyan, de amikor például a szerződést aláírom, abban is benne van, el kell fogadnom, hogyha bármi történik velem, hogyha meghalok, uh-huh. akkor az nem a szervezetnek a hibája, hanem uh-huh. az magamra vállalok. De én úgy vagyok vele, hogy én be is, én úgy megyek oda be, hogy készen állok. Hogyha nekem úgy kell mennem, akkor úgy kell mennem. Úgy mész készen, ja, készen úgy megyek, állva, hogy lehet, hogy valami igen, nagy gáz lesz. Mert hogyha nem megyek be, akkor nem adok bele mindent, akkor félek. Én aha. meg úgy vagyok benne, hogy nem érdekel, hogyha ha fel vagyok szakadva, és akkor is egy darabot magammal viszek.
Van olyan, hogy egy olyan versenyzővel, tehát most mondjuk mondok egy példát, bár ez lehet, hogy számodra hihetetlen, tehát hogyha mondjuk nekem birkóznom kéne, akkor lehet, hogy olyan emberrel is össze kéne mérnem a tudásomat, aki ellen semmi esélyem. Ez tudom, hogy így nem látszik rajtam, de nekem például apád ellen semmi esélyem nem lenne. Na most ez mondjuk a birkózásban nagyon, hogy lerak két vára. Mondjuk, ha tud úgy átdobni, hogy egy kicsit rosszul esek, és akkor az már nagyobb gáz, de az a lényeg, hogy itt azért nincs közvetlen életveszély. Ott nálatok viszont, akkor, hogyha egy jelentős tudáskülönbség van, akkor aki hátrányban van, az közvetlen életveszélyben van, az én olvasatomban, nincsen? Ott van a bíró, azért van ott a bíró. Mert akkor lelépteti? Azért, hát nem, akkor a bíró ott van, hogy vigyázzon. Uh-huh. Igen, de általában ezt úgy rak, aki már olyan szinten van, ott már annyi meccsesek vannak, ahogy úgy rakják össze őket. Amatőrben egyáltalán nem is lehet, tehát, hogy 10 meccsessel ilyen... nem rakják egy meccsessel össze. Tehát nem lehet olyan, hogy mondjuk 5 lépcsőfoknyi különbség van köztük, ilyen nem. Hát az lehet, hogy annyi vagy a másik, de ha bevállalja, mert már csinálja, uh-huh, észrevókat, és van eddig 68 meccse, és nem tudom, ányert, mert így is van olyan, ha megnézed, ki, hogy 15 meccse volt, abból 5 veszteség, meg mit tudom, a másnak meg 15 győzelem, 1 veszteség, tehát így rakják össze. De az, hogy valakinek 15 meccs van, 15 győzelem, és akkor bemegy egy kezdő, és oda berakják, ilyen nincsen. Láttam olyan MMA-t, ahogy tulajdonképpen végig agyalták az egyik manust, és a közönség azért dukkolt már, hogy túlélje mindig. Tehát azzal okozott élményt a közönségnek, hogy egyáltalán sansza volt arra, hogy túlélje. Nekem volt csak, amikor Írországban voltam, mert írsrácra mentem, 3 meneten átvertem a srácot, akinek elvettem az arcát, és ott is igazából nem tudom, hogy nem ment le a srác, mert csak mindenki az ő nevét üvöltözte, azért mondtad neki, hogy hagynám. Ja, mondtam neki, akkor ütöttem, és éreztem, hogy már be van minden, emlékszem, kijött, fújt egyet, és annyi vér jött ki a száján, és én jóba voltam a sráccal, és levittem, és üttem, és akkor mondom nekik, hogy add már fel, nem akarom, ez már túl sok. És akkor erre csak káromkodott egyet, röhögött, és rögtön felkelt. Oh. Szóval... De ezért te győztél. Persze. És végül is korábban befejeztétek a meccset? Végigvittem. Leütöttem, hogy hányszor esett le a földre, vagy 4-szer. Uh-huh. Ami ilyesmi, mindig nem tudtam befejezni. Hát ilyenkor gondolom mind a kettőtöket ünnepeltek, mert ugye te zseniális voltál, ő meg hősiesen próbálta kiállni ezt a óriási támadást. Viszont neki az meg nem volt jó, mert 19 éves gyerek, akinek negyed annyi meccse volt, mint neki, megverte. Aztán most amúgy meccse volt, most nyert egy világbajnoki övet egy ilyen középkeleti szervezetnél, szóval ügyes a srác, de azért volt bent, figyelj, azért volt bent, hogy ő is készen állt arra, hogy meghaljon, és ezért ott maradt bent végig. Ez egy ír srác volt. És ti ilyenkor egyébként hogy tartjátok a kapcsolatot? Mert tulajdonképpen ez egy hülye név erre, hogy istálló, vagy gladiátor istálló, vagy gladiátor, de akkor inkább azt mondom, hogy csapat, tehát hogy ez egy csapat, hogy ti mennyire vagytok csapat a magánéletben is. Csapatások nekem olyanok, mint a testvéreim, szó szerint. Együtt izzadunk, együtt vérzünk, minden nap beszélek velük. Most, hogy itt vagyok, Iroga, hogy vagy, mit csinálsz? Olyan nincsen, hogy egy csapattársaddal kell így ilyen keményen meccsezni? Vagy én nekem annyira szoros a csapatom, hogy én nem fogadnám el, viszont volt már olyan, hogy csapattársak meccseltek egymással. Mm. De ez nagyon szép, hogy te nem fogadnád el, tehát én nekem, nekem, akik velem vannak egy súlyban, azok tényleg úgy, például ez a Will Fury amúgy, ő nekem csapattársam volt, de vele soha, amikor még én 15 éves voltam. Viszont mire oda kerültünk, már nem edzettünk együtt, és én nem voltam vele olyan közegben. Most akik nekem minden nap, akikkel most edzek, azokkal annyira jóba vagyok, és tényleg azok a 14 éves korom óta vannak körülöttem minden nap, elég rossz lenne tőlem, hogyha én elfogadnám. Igen. Viszont lehet, hogyha azt mondják, hogy tikettem kell meccselni egy világbajnoki övért, akkor lehet, el kell fogadni. Hogyha ez az életedben az egyetlen egy esély, hogy a világbajnoki övet szerez, és erre dolgoztál egész életedben, akkor lehet, el kell fogadni, akármilyen nem tetszik. Próbáltam kérdezgetni arról a művész urat, a harcművész urat, hogy mi a helyzet a csajokkal, és ezt a témát, ezt úgy lepattintottad. Én örülök is neki, hogy most nem, hát figyelj ide, én volt, hogy vagy két éve. De most figyelj már. Már nem, azért mondom nem, de úgy van, két éve kell, nem én, azért. De bocsánat, az nem zavar, hogy nem téged kérdeztelek, ugye? Ez nem zavar.
Jó, hogy csak akartam venni a terjet róla. Nem, ez ilyen magánkérdés, hogy nem szeretek válaszolgatni. Értem, amúgy meg, sőt, és amúgy minden hétvégén bulizok, szóval. Jó, nem, figyelj, Norbi, nem akarok itt turkálni a magánéletedben, hanem a következő, hogy nagyon sok olyan sportoló van, tehát focista, meg a focistáknál azért nem annyira fontos, de itt halálosan fontos a szószoros értelmében, hogy az ember kipihent legyen, hogy teljes egészében alárendelje az életét. Én csak erre vagyok kíváncsi. Én a legjobb akarok lenni. Ami nem abban benne van, hogy a legjobb legyek, az úgy nem érdekel. Hogyha most olyan, hogy az segít nekem, hogy jól legyek, akkor ott van, de ha nem, akkor nem. Én tényleg úgy vagyok, hogy engem csak egy dolog érdekel, hogy én a világon a legjobb. Semmi más. Azt mondja sok nagy sportoló, akik már díjakat, egyébként az atyád is, a Norbi is, ugye te ezt vallod, hogy agyban dől el, vagy fejben dől el nagyon sok minden. Na most te mit mondasz, hogy most a Norbinál megvan ez, hogy lélekben és fejben ő ebben rendben van? Ja, tehát teljesen. Annyira rá van áll erre, ahol, hogy a világbajnok akar lenni, a legjobb akar lenni, hogy ezt el se lehet éríteni, de maximálisan. Uh-huh. Jól gondolkodik, jó versenytípus, tehát tudja, mit akar, céltudatos, fölkészíti saját magát, úgy is fekszik, úgy is alszik, mindenhogy hogy a meccsekre készülve. Hát tehát ez egy jó versenyző típus. Meg az, hogy milyen csapat van körülötted. Most, hogyha nem az edzőm lett volna, akkor én is nyávogtam volna. Nem tudok mit csinálni. Nekem az edző meg már úgy volt két hónap, hogy kezdjünk el csinálni a dolgokat. Nem úgy, hogy leséríted magad, de egyre többet. Neki is volt törött nyaka, neki az egész oldala megvan, be van fémmel, akkor mind a két térdét megcsinálni. Szóval neki is annyi sérülése volt, hogy ő tudja, hogy milyen. És igazából ez csak azon függ. Én mondom, napi kettőket edzettem, úgy is, hogy elég bírtam járni. Egy órát csak így a tükör előtt ütöm, így ülve, így súlyt kezembe, és egy órán keresztül. Most ezt ki fogja csinálni? Szóval az, hogy mennyire akarod ezt, nem csak azon múlik, semmi máson. Tényleg ezen gondolkodtam, hogy ezt elsüssen elmondjam, mert ugye, hogy neked ez a művész neved, vagy a gladiátor neved az, hogy Magic Norbi, ugye? Tehát, hogy mágikus vagy csodás Norbi. Ezt kitalálta ki egyébként, ezt így neked adták, vagy te? Nem, ezt én magamat találtam, még amikor mennyi lettem? 8, akkor jött, hogy e-mail címet akarok csinálni, és akkor írtam be ezt. Úgyhogy 8 éves? 8 éves voltam, és akkor elkezdtem használni felhasználó névként, és akkor megmaradt. Hogy Magic Norvég, fantasztikus. És így megmaradt. Na de ez azért egy csodás dolog azért, hogy valaki így kitart, és valóban így viszi. Hát akkor nincs más hátra, hogy itten előre tovább a világbajnoki övér. Én nagyon szívesen megnéznék egy meccsedet, de azt megígérem, hogy a világbajnoki döntődre arra mindenképpen elmegyek. Úgyhogy én is neked. Úgyhogy, és hát gratulálok nektek egymáshoz is, mert két ilyen, most komolyan, hát, hogy most kivételesen komolyan egy percet, hogy tényleg irillésre méltó apa-fiú páros is vagytok. Tudom, hogy nem könnyen jut el az ember odáig, hogy ilyen harmonikus pár legyen egy apából és egy fiúból, de tényleg nagy szeretettel gratulálok nektek. És hát tudom, hogy anyukádnak is óriási szerepe van ebben, úgyhogy ezúton is kész csokom és üdvözletem. Örülni fog ennek. Okay? Mindig csinálja anyu, hogy miért nem beszélsz róla? Na, akkor mondjál anyuról valamit, hogy anyu. Ez volt a magam. Hogy kényezted? Hát én nem anyummal lakok amúgy, de tényleg az, hogy... Akkor ezt én mondom, jó? Mert pici korában, nem, azért, mert ők pici korában kötelezte, hogy zongorázzon, hogy zenére menjen, tehát azért zongorák, még zenét csinál is. Tehát odafigyelt rá minden, tehát tényleg amikor kicsit... Kedves nézőknek, hogy van is az interneten olyan, hogy zongorázik a Norbi. Instagramon, ja. Na igen, és a akkor... zenét, meg a akrobatikus rock'n'rollzót is akkor, tehát mindig és tolta, segítette, és hát rengetegszer kiborította idegeket. Sokszor, de ami tényleg, hogy az kemény volt, hogy kiköltözött ugye 3 gyerekkel Angliába, szóval ezt nem sok ember csinálna meg, és hogyha azt nem csinálta volna, akkor én sem lennék ott, ahol vagyok. Mm-hmm. Szóval már most látom, megnézem abban az üzenetet, de tényleg ez ami amúgy a legkeményebb.
Aztán közben, jaj, bufádra mondani, hogy sokszor kiborítod. Szóval... Tudod, de rájön később, hogy a szülők levonjanak a végén, már ezt felmondta az elejétől. Yeah. Hát akkor fejezzük be úgy a műsort, hogy megköszönöm szépen a kedves vendégeskedéseteket, és azt, hogy itt azért egy kicsit még a titkaitokba is hajlandóak voltatok beavatni engem. Innen kész sokjaim küldöm édesanyádnak, és te is, hogyha akarod még, akkor integes neki, az benne van, ott abban a kamerában. És nem akar... Mindent nem tudunk elmondani. Kedmer, akkor meg kéne, hogy... Hát figyelj, most el tudnám mondani, hogy hogy vert engem, amikor gyerek voltam, pontosan, de hát... Most én rúgtalak inkább, rúgtalak. Rúgtalak, ütöttövvel. Fejeltem. Fú. Embert faragtam belőle, látod, hát. Ahogy sikerült, látod? Na jó van, most elérkeztünk egy ilyen akkor kell. Edzésen ezért adod vissza most nekem mindent vissza, de gyerekek, és ütszvágsz, mi? De most komolyan ti, mint dramaturg is tudjátok, a versenynek is van, meg a művészetnek is a dramaturgiája. Hát mi most akarunk belejönni. Eljutottunk egy érzelmi csúcspontra, erre itt elkezditek üzletni egymást. Figyelj. A Kata az ismét csak most jön, mert most fog téged megverni mindenki előtt. Ezt vártuk a végét, azt a végét, és akkor ketten megyünk el. Nagyon aranyosok vagytok. Ránk számítasz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a kedvességeteket. Köszönöm szépen a kedves nézők figyelmét is. Viszontlátásra.